köszöntöm miniszter urat, polgármester urat és miniszteri biztos urat. Azt lehet mondani, hogy a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT országos körútjának beruházásait érintő karcagi harmadik állomásán találkozhatunk most, hiszen decemberben már átadtuk a Püspökladányban vezető úthoz tartó aluljárót, a karcagi pusztai felüljárót adtuk át január hónapban a hetekben, és most van rá lehetőségünk, hogy a karcagi vasútállomáshoz tartozó fejlesztéseket is ünnepélyesen át tudjuk adni. Azt természetesen mindenki tudja, hogy december 2 óta ezt már lehet használni, de egy-két szót a beruházásról mindenképpen megejtenék, mielőtt átadnám a szót. Mögöttem nagyon jól láthatóak az elkészült peronok, perontetők, külön szintű aluljáró, gyalogos aluljáró, illetve liftek, amely egy teljesen biztonságos és európai színvonalú személyszállításra ad lehetőséget ezen az állomáson. Hasonló épült Törökszent Miklóson, és hasonló fog épülni fegyvernefölményesen Kisújszálláson és Püspökladányban. A hasonló azt jelenti, hogy gyakorlatilag ugyanilyen, tehát liftekkel, szélesebb peronnal, perontetőkkel. Az előtérről még annyit szeretnék elmondani, hogy ott 26 P+F parkolót telepítettünk, 2 mozgássérültek számára kialakított parkolóhelyjel, 3 darab busz, peront, 1 buszöblöt, 3 darab taxihelyet, illetve az aluljáró mentén, tehát a dolgos aluljáró mentén 30 darab kerékpár tárolót alakítottunk ki, épp azért, hogy az úgynevezett ráhordási feltételek is adottak legyenek, az emberek számára könnyen el lehessen jutni a karcagi állomásra, és itt kényelmesen és biztonságosan tudjanak várni vonatokra. Aki használta ezt az állomást, az tudja, hogy szűk, kényelmetlen, nem biztonságos peronok voltak, és sokkal szélesebben, sokkal kényelmesebben és biztonságosabban lehet itt várakozni. Köszönöm szépen a figyelmüket, és átadom a szót a többieknek. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, polgármester úr, igazgató úr, a képviselő úr, szeretettel köszöntök mindenkit. Ahogy itt előttem szóvivő úr mondta, egy folyamatos munkában vagyunk, hiszen olyan fejlesztések történnek itt Karcagon, közúton és vasúton egyaránt, amelyek igazán régóta esedékesek voltak, és most szépen ezekkel haladunk. Van, ami már elkészült, van, ahol még vannak előttünk munkálatok. És az apropó, ami miatt most itt vagyunk, az, hogy a karcagi vasútállomás, legalábbis a város felül nézve a karcagi vasútállomás felújításának egy jelentős része egy első üteme megvalósult, hiszen a peronok, az átmenő forgalomhoz szükséges megközelítési útvonalak, aluljárók elkészültek, és ez Karcagon egy különösen fontos dolog, hiszen sokkal biztonságosabban lehet a vonathoz oda menni, leszállás után pedig a városba érkezni, és látszik, hogy egy 21. századi feltételeknek is megfelelő fejlesztés az, ami itt megtörtént. Az is jó, hogy a vasútállomás környezetének is rendezettebb képe van. Bízunk benne, hogy a részeként az épület is majd megújul, ami jól tudjuk egy műemléki jellegű, több mint 150 éves büszkesége városunknak. Itt ezen a peronon egy korábbi eseményt szeretnék felidézni, amikor a karcagi kisvasút megmaradásáért kellett tüntetni. Elég komoly küzdelmet vívtunk azért, hogy megmaradjon a vasúti szolgáltatás ezen a Karcag-Tiszafüred vasúti pályán, elértük, amit akartunk. És látszik azt, hogy a vasútban van jövő, szükség van rá, a kormányzat is ezt az álláspontot képviseli, én személy szerint is, hiszen egy olyan vasút felújítás zajlik most itt Püspökladány és Szolnok között, amely egy gyors vasutat hoz létre, 160 km/h sebesség esetén könnyen ki tudjuk számolni, hogy Budapest is mintegy másfél órát lesz megközelíthető néhány megállóval. Fontos persze, hogy itt is megálljon majd az adott, ami áthalad, és a karcagiak számára ezáltal is közelebb legyen a főváros, és a fővárosiak számára is közelebb legyen a városon. Van a beruházásnak egy másik vonzata is, az, hogy a tovább lépés lehetőséget is hordozza, hiszen iparfejlesztésben, kereskedelemben, turizmusban is egy ilyen beruházás új távlatokat nyit meg. Célunk az, hogy a karcagi ipari park irányába az átjárás megvalósuljon, és itt a pontóhoznak, illetve abban az irányba akarnak eljutni, itt a vasútállomásra jön a kialakított aluljáróhoz is fordulnak meg használni. Tehát én bízom benne, hogy ez a beruházás is elkészül, és így lépésről lépésre mindig előjük
tudunk adni. Én szeretnék gratulálni a kivitelezőknek, szeretnék köszönni a ZRT-nek, a beruházóknak az odafigyelését, és mindenkinek balesetmentes, biztonságos vasúti közlekedést kívánok. Köszönöm szépen! Tisztelt miniszterelnök úr, képviselő úr, szóvivő úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit a mai ünnepi és örömteli eseményen. Valóban Karcag polgárai között óriási várakozás volt, hogy milyen is lesz ez az új megújuló vasúti szárny, mennyivel lesz kényelmesebb, mennyivel lesz biztonságosabban innen utazóknak, illetve ide érkező számára részére. Hát bizony sok kellemetlenséggel kellett szembenézni azoknak, akik korábban mindent szerettek volna bárhova eljutni, hiszen fiataloknak és főleg az idősebbeknek még a felszállás sem volt egyszerű, hiszen alig tudtak fölkapaszkodni a mély területről a vasút lépcsőjére. Információ lényegesen kevesebb volt, most mindez megváltozott. Nagyon örülünk ennek. És azt kell mondanom, hogy a karcagi lakosok, polgárok mély figyelemmel kísérték ezeket a munkálatokat. Természetesen sok esetben, ahogy itt már helyben szokások, kritizálták is, elmondták a véleményüket, de összességében azt tudom mondani, hogy örülünk neki, és örültek az emberek, és mindenképpen jónak és hasznosnak tartják. Én is szeretném megköszönni a beruházó kivitelező munkáját, köszönöm miniszter úrnak, képviselőnek a támogatását ebben az ügyben, hiszen anélkül ez nagyon nehezen sikerült volna, megvalósítani. Pedig, ahogy említettem, nagyon fontos ez számunkra. Nem csak a közlekedés miatt, hanem ahogy tetszett látni, tőlem balra első területen helyezkedik el a karcagi ipari park, aminek a megközelítését is segíti, például az aluljárónak a végén kialakított lépcső, amit a közel jövőben szeretném majd egy járdával összekötni az ipari parkkal, és az is nagyon biztató dolog, hogy innen együtt leáll az új ipari vágányban, ami még csábítóbbá teszi az ipari parkunkat a befektető beruházók számára. Az, hogy emellett már parkoló épült, a vasútállomásnak a környezete megszépült, az már csak havatortán, ez is nyilvánvalóan a kényelmet a 21. századot vetíti elénk. Örömmel figyeltem az egész építkezést, örömmel vagyok itt. Én is szerettem volna azt kiemelni, hogy mindig egy ilyen olyan pozitív eseményen vagyunk a vasútállomáson, így nagy tömegben, közösségben, amikor valamit ünnepelnünk kell most ezt az átadást, de annak is örültünk, amikor valóban sikerült ezt a bizonyos karcagi visszaforuló vonalat megmentenünk. Annak apropóján voltunk itt nagyon nagy számban. Tisztelt hölgyeim és uraim, pesti ismerősök, rendőrök is szokták mondani, hogy itt még a fővárosban is ritkaság az olyan állomás, mint ami itt elkészült. Liften lehet közlekedni adott esetben, liften lehet megközelíteni az aluljárót és a felszínt is. Ez ritkaság. És örülök annak is, hogy a felsorolt és említett megújuló állomások közül elsőként Karcagon valósult meg ez minden. Köszönet mindenkinek a munkájáért. Köszönöm, hogy meghallgattak. Tisztelt miniszter úr, polgármester úr, igazgató úr, tisztelt jelenlévők! Talán föltetik a kérdést, hogy mit keres a megyei útügyi miniszteri biztos a vasút állomás aluljáróinak és peronjainak átadásán, vagy ezen tartott sajtótájékoztatón, de azt gondolom, hogy ez is szimbolizálja, hogy a vasút és a közút forgalma és közlekedése összefügg. Én engem nagy megtiszteltetésnek tartom, hogy itt lehettem, amikor inkább a közúthoz tartozó két műtárgyat már átadtunk, az aluljárót és a fölüljárót, és hát itt is azért kapcsolódunk a közúthoz a parkolókkal, tehát mindenképpen összefügg a két közlekedés. És mind a kettőt fejlesztenünk el az országban. Itt most beszélünk egy szép átadásról, arról, hogy az utasok már birtokba vehették az aluljárókat, a peronokat, és biztonságosabban közlekedhetnek.
és én megragadom az alkalmat, hogy itt bejelentsem önöknek, hogy elindul hamarosan, amint az időjárás engedi, a 31-es út, a 33-as út és a 32-es útnak a felújítása, illetve folytatódni fog a Kunhegyes Tiszagyende útnak a beruházása, és folytatódni fog a Mezőtúr Tiszaföldvár útnak a felújításának a folytatása. És reményeim szerint az idei esztendőben még sok olyan alkalom lesz, amikor új utak felújítás, új útfelújításokat tudunk bejelenteni, akár még új út építéseket is tudunk bejelenteni, hiszen mindjárt tudjuk, hogy a 4-es autópályának a hídverése március közepén megkezdődik, és a kivitelezés is már elindult. Én gratulálok a karcagiaknak, egyben meg is köszönöm a türelmüket, amivel elviselték a beruházás eddigi folyamatát, és gratulálok ehhez a gyönyörű beruházáshoz, és további sok ilyen szép beruházást, sok sikert kívánok a város vezetőinek, és képviselő úrnak is, miniszter úrnak. Köszönöm szépen! Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk a karcagi vasútállomáson, hiszen átadásra került a felújított állomás épülete. Lopper Dániellel beszélgetünk, találkoztunk már többször a beruházás kapcsán, most újabb állomásához érkezett ez a jelentős fejlesztés. Igen, az állomás épület, a felvételi épületet még a MÁV szeretné felújítani a következő években. Itt amit a felújítása kapcsolatban el lehet mondani, az az, hogy ugye a peronok megújultak, szélesebbek lettek, perontetőt épített a vállalkozó, valamint ugye akadálymentesen lehet ezeket elérni. Ugye azért érdekes ez az állomás, mert a Szajor és Püspökladány közötti vasúti beruházás keretében ez az az állomás, amin a legjobban megfigyelhető azok az újdonságok, amelyek egyébként majd Kisújszálláson, Püspökladányban, Törökszent Miklóson, illetve Fegyvernek Örményesen is majd az állomás keretében lehet tapasztalni, tehát hogy kényelmesebben lehet használni, ugye nem kell szűkölködni ezeken a szűk peronokon, magasabb peronok vannak, akadálymentesített peronok vannak, tehát lifteket lehet használni könnyebben, mozgássérülteknek is könnyebben el lehet érni a vonatot. Ugye a vakok számára is kihelyeztünk vezető vonalakat, amelyeken keresztül ugye a peronokat el tudják érni. Valamint ugye az állomások az előtere is megújult, ott 26 darab parkolóhelyet alakítottunk ki, két buszparkolót ugye felszállásra és egy buszparkolót leszállásra, egy buszöblőt építettünk, valamint taxik számára 3 helyet biztosítottunk, összesen 140 négyzetméteren módosítottuk az utat, és 1100 négyzetméteren pedig módosítottuk a térkövekkel az állomás előterét. A karcagi állomás akkor teljesen elkészült. Hol folytatódnak a munkálatok? Püspökladány állomás, Kisújszállás esetében még hasonló fejlesztésekre lehet számítani az ott élőknek, illetve azt lehet mondani, hogy nyílt vonali munkálatokkal a vállalkozó már jó részt végzett. Itt például a karcag állomás tekintetében még hátra van az úgynevezett erős áramú alállomásnak a kiépítése, ami a biztosító berendezéshez kell. A biztosító berendezés célja, hogy a fénysorompókat és a sorompókat, illetve a jelzőfényeket irányítsa, így is biztonságosabbá tegye a vasúti közlekedést ezen a pályaszakaszon. Körülbelül mekkora beruházás volt ez a karcagi, vagy az özberuházáshoz viszonyítva mennyi? Hát a karcaginak az előterét tudom mondani, az 39 millió forintba került. A többi, tehát a peronokra vonatkozó, a mögöttem látható fejlesztésre én nem tudunk pontos árat mondani, csak azt tudjuk, hogy ennek a pályaszakasznak a felújítása Kisújszállás és Püspökladány között teljes egészében véve 49 milliárd forintba került, az Európai Uniós támogatással valósult meg az új Széchenyi terv keretében 85%-os uniós és 15%-os hazai forrásból. Köszönjük szépen! Köszönöm! Boldog István megyei útügyi biztos is itt van ezen az ünnepségen. Gondolom, hogy ön számára is fontos, hogy a vasút és a közút is folyamatosan fejlődik. Természetesen. Miután meghívást kaptam, nagy örömmel jöttem, hiszen a vasútfejlesztésben két közúthoz kapcsolódó művet, már a műtárgyat már átadtunk itt Karcagon, és nagy öröm volt számomra, hogy megláthatom az új karcagi vasútállomást, illetve nem az épületet, mert az még ezután kezdődik majd a felújítás, hanem azt, hogy milyen kényelmesen utazhatnak az innen a lakosok el, milyen jó is nekik. Én abban bízom, hogy az egész vonalon hamarosan ilyen átadási ünnepségek lesznek, és mindenhol át tudjuk adni ezt a kényelmes és biztonságos utazási lehetőséget.
Reméljük, hogy így lesz, hiszen a közútfejlesztésről is beszéltünk már több alkalommal. Tudunk esetleg újat mondani nézőinknek? Indul a 31-es útfejlesztése, a 32-es, a 33-as. Én azt gondolom, hogy egyre több útnak a fejlesztése el fog indulni. Ahogy az évbe lépünk bele, és ahogy a költségvetést egyre jobban látjuk, és hogy ahogy alakul a költségvetés helyzete, egyre több útnak a felújítását fogjuk bejelenteni. Köszönjük szépen, és jó munkát kívánunk! Köszönöm szépen! Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter beszédében azt mondta, hogy volt olyan alkalom, amikor nem ilyen szép jeles alkalmon voltunk a vasútállomás átadásán, hanem éppen amiatt voltunk itt, hogy a Karcag-Tiszafüred kisvonat megmaradjon. Gondolom, hogy azért ez egy jelentősebb lépés a város életében, és erre szívesebben jött ön is. A karcagi vasútállomás felújítása egy fonos fordulóponthoz érkezett, hiszen elkészült a peronrendszer, az aluljárók, most már a műszaki engedélyezés is megtörtént. A lakosság már korábban birtokba tudta venni ezeket a biztonságos fontos részét az állomásnak, és így van, mi nekünk korábban azért kellett tüntetnünk, hogy megmaradjon a vasút, most pedig látszik az, hogy a vasút fejlesztését jelképező beruházásokat tudunk átadni, hiszen a 160 kilométeres maximális sebességre történő átépítése halad a Karcag-Budapest vonalnak. A vasútállomás a legkorszerűbb most itt a környékben, elsőként készült el, és én bízom benne, hogy további fejlesztések is lesznek, hiszen fel kell újítani az állomási épületet is. Ez mutatja, hogy a vidék fontos a nemzetügyek kormánya számára, és nem bezárjuk, meg leépítjük a vasutakat, hanem fejlesztjük. Így a karcagi emberek is könnyebben el tudnak jutni Budapestre, és onnan is könnyebben el tudnak jutni hozzánk. Minden szempontból javultak a város közlekedési feltételei. Az is fontos, hogy az ipari park irányába is innen tovább lehet majd lépni. Most is kihasználtuk az alkalmat arra, hogy egyeztessünk a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő vezetőivel arról, hogy egy beruházásot még kellene. Erre a tervek már el is készültek. Köszönjük szépen! Köszönöm. Dobos László polgármester úr köszöntőjében elmondta, hogy büszkék lehetünk arra, hogy egy ilyen szép fejlesztés valósult meg. Én azt hiszem, hogy sokan így vannak ezzel, hiszen láttuk itt még a beszéd tartott, hogy jött a vonat és mentek, voltak, akik a liftet is igénybe tudták venni, tehát egy nagyságrendekkel könnyebb lett itt a közlekedés Karcagon. Hát én úgy gondolom, hogy valóban örömteli eseményezés, valóban büszkék is lehetünk, hiszen össze nem lehet hasonlítani a korábbi állapotokkal a mostani közlekedési lehetőségeket, akár innen utazik, akár ide érkezik valaki. Lényegesen kényelmesebb, biztonságosabb, ez már megérte, hogy megépüljön ez a peron szakasz, ami tulajdonképpen nem csak arra szolgál, hogy ott átcsorogjanak az emberek, hanem különböző tájékoztatást is kaphatnak az utazási lehetőségekről, vonatok indulásáról, és ezt folyamatosan fejleszteni fogják. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a 21. századnak megfelelő módon lett ez a peron rész kialakítva. Itt ön is elmondta, és miniszter úr is említette, hogy a szomszédos ipari park megközelítése is javulni fog. Gondolom, hogy erről még azért folyamatos lesz a tárgyalás. A kivitelezés megkezdése előtt már mi arra gondoltunk, hogy ezt a peron szakaszt, az aluljárót mindenképpen célszerű összekötni a már meglévő ipari parki területtel, és szerencsére a beruházó kivitelezők fogékonyak voltak erre a gondolatra, tehát a tervektől eltérően, illetve a terveket átírva sikerült egy olyan lépcsőfeljárót kialakítani, ott is lifttel természetesen, ahol el lehet jutni majd az ipari park területére. A lépcső után már csak egy kerékpárút jellegű vagy járdaszerű dolgot kell kialakítani, ami összeköti a belső feltáró úttal ezt a szakaszt. Nagyon sokan, akik a város felől érkeznek, munkavállalók majd itt a vasútállomáson keresztül kényelmesen és gyorsabban meg tudják közelíteni az ipari parkot. Ez is egy fontos dolog, meg az is egy fontos dolog, hogy sikerült megmenteni egy olyan vágány szakaszt, ami az ipari parkhoz lekanyarodhat. Nyilvánvalóan ezzel a befektetőknek a csábítása még könnyebb lesz, hiszen a szállítás minden beruházásra egy nagyon-nagyon fontos dolog.
akkor mondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen ezzel a beruházással másik kettő is megvalósulhatott, és ez mindenképpen Karcag lakosságának is előnyöket fog jelenteni. Természetesen, hát mi mindig ilyen komplex dolgokban gondolkozunk, hogyha valami megtervezett, megterveztek valamit, akkor próbáljuk úgy kialakítani, hogy a környezethez lehető legjobban passzoljon, és esetleg rá tudjunk fűzni más egyéb dolgokat, ami a településünk számára hasznos. Köszönjük szépen! Köszönöm a lehetőséget!